Kicsit itt ragadtunk a műhelybe, a guruló műhelyben. Itt mehetünk. De ennek van még egy alsó része is, ami talán még izgalmasabb. Nem izgalmas, mert most éppen üres. A kerekekre várunk. Itt vannak a bakok. Magyar zászló, amiről beszéltem, hátul a hogy hívják, meg a ízét, tehát ugye, amit ki kell pakolnunk, mert ugye föl kell állítanunk egy bázist, ugye? És akkor a bázist azt úgy állítottva, hogy ezeket föl. Oda még nagyon várok a lószállító Bélától, van meg egy redönyt, ami kijön x méterig. Akkor, hát ezek így már megvoltak régen is, de még egyszer bemutatom, tehát ugye akkor ezt így ide rakom, mikor már ki van húzva a redöny, meg lent van itt mellette a bázis, akkor ezt így kihúzom, ugye, így, szépen, így ezt idehajtom, és akkor itt tudok majd kezet mosni, itt benne lesznek a tetőről levett söprők, lapátok, vízlehúzók. És akkor ez ugye egy csarnok lett így. És akkor ugye ott is ott van a, hogy hívjákunk, a létránk, és akkor van két létránk, tehát akkor az úgy néz ki, mint egy műhely, tudod? Újra felhasználok, tehát a kis izéket én mindig a lekapcsolom, minden, tehát nívásdoboz, alumínium. Na, ott meg betétfutam van, mert itt van egy bánya hátul, és betétfutam van, ez nem az. Ez kell, várjál, ezt nyitjuk. Itt a kutyám itt van. Nyold meg a kamerát. Így. Hát itt van a víz, ami föl kell, itt van a felső létre, ami szintén ugye ilyen, hát a maradékokból lesz. Csinálva, ez önállóan nyomatja a szivattyúval, és akkor csinál, csak ugye most egyelőre nincs megtöltve, tehát ez most azért annyira így nem izgalmas. Hát azt ilyenkor nem tudom kinyitni, de ugye előtte abból pakolok ki, de a túloldalán ugyanígy tudom nyitogatni nektek. Fú, ilyen söprűt izélni, hogy itt ezek mind, jaj, mennyi munka volt vele. De most már szeretem, hogy így. De régóta kész van ez már, hát már mikor volt itt egy riport, már valakikkel veletek talán, akkor is. Érdekes, és akkor ide még be tudom pakolni a kerekeket, a nagy emelőt, meg mindent. Most ezt majd még ki kell takarítani, ugye, akkor itt van a itt szállítjátok a gumikat? Mit? Itt szállítjátok a gumikat? Igen, hát ide is, meg oda előre is be tudom rakni. Itt van egy hogy hívjákunk, itt van egy agregátunk, ami elméletileg most ki kell cserélnem benne a gázolat, mert beleposhat, de távkütyűvel indul, dízel, mindent kibír. Tehát azért ez elég nagy történet. Tak, 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 tak. Így indul szerintem, igen. Úgyhogy, igen, mi van még alul? Hát amit kell legyen ezébe. Mi a faszt? Igen, és akkor még ide is tudok pakolni. Ugye a rampák, akkor a hosszabb izé, tehát ez most már jobban össze van pakolva, akkor a rendezői szék a túloldalt, egy 10 darab, tudod, hogy tudjunk kajágni, szétülni. Jó, tehát meg mindegy, tehát hogyha szerintben rakod, akkor ide sok kerékkel nem lehet 10 kereket fogyasztasz, tehát nincs. Itt öt, meg a kocsinat, az kész. És ezen kívül még egy csomó cucc. Kutya, bemegy minden. Jó, na most már gyere ki. Jó, gyerünk. Úgyhogy ezt tudom az alját, tehát ez csak igazából egy doboz, tehát úgy nagy izgalmak nincsenek benne, de hát én vagyok az izgalomban. A ruhám bőr is nem balon, én vagyok az izgalom. És akkor, mert ez nem liftes, ide beteszek ugyanazt a, hogy hívják ott, ugyanazt a, ugye a súly miatt, ugyanazt a bakot, na végre kinyögöm már, amivel ezzel föl van bakóva, és akkor hogy hívják, beállok vele. Van az a két nagy rampám, és akkor volt, tehát a izéhez tartozik kondíciós. Hát most ez nem tudom jobban, de most akkor megvan az elképzelés, hogy ez itt lóg benne a rampa. De be tudom mutatni, bazzak, hogy egy kézifékről. Menj most már a helyedre! Ha egy kézifékről beszélnek 25 percet, egy hidraulikus kézifékről, akkor ez, mert ez ilyen egyedi. Bemutatom neked, tessék. Tehát akkor még egyszer szaladjunk neki. Csapó, csap, 35-ös. Ugye ezt megkérdezted, mi az a kampó. A kampóval itt ezt beakasztom, hogy alulról tudjak dolgozni.
Így. Kiveszek egy ugyanolyan bakot, ami a versenyautóhoz van. Érted? És akkor azt idebe fogom rakni. És addig engedem be, addig engedem le, míg ő le nem ér rendesen a földre. Persze most ezt nem fogom tudni, mert itt van a versenyautó. De hogyha hátrébb megyünk vele, érted? Akkor le tudom engedni, és be tudom teljesen mutatni. Hú, de jó, hogy de szeretem! Ez már valami! Kormány nélkül is. Meddig mehetek? Hú, a kutyám nagyon szereti. Alig várja, hogy itt körözzek, és akkor fut a belső éven. Így? Jó, tehát akkor ez is meg volt, még sincs este. Na ezt nézd akkor. A ruhám bőr és nem balon. Így. Így természetesen, tehát miért elítélnétek, a szintet is le tudom engedni. Érted? Hú, bazzeg, azért ez komoly, így már. Érted? Itt rá tud ülni teljesen. Ez úgy lemegy, hogy ráül teljesen. És akkor itt már most már rég lemegy. Látod, már följebb kell húznom. Látod, ott megy lefele, és előbb le fog érni, még följebb kell húznom. Ilyeneket tud. Igaz? Mindent meg kell szagolni, mindent is. Oké? Okay. Úgy biztos, hogy biztos. És akkor így. Onnan kihúzom, berakom a stívbe. Megvan. Tehát egyszerűen, hogy hú, még megy lefele, még föl kell húznom, mert még a izé engedi, látod? Még lefele. Igen, ez elég sokáig tud lemenni. De van idő kipakolni. Szerdán megjövünk, és akkor kipakolunk. Na mindegy, tehát bemutattam. Ezt is. Mindjárt, hogyha majd lenne levegő, ha lenne levegő, akkor elindulna fölfele, beindítanám. Jó? Tehát akkor most akkor megvan így? Mindenkinek, a nézőknek is megvan fejbe, hogy beugratok, és akkor így kész. És akkor még ugye azokat a rámpákat kell ide. Azokat ide kihúzom, igen. Húzom, és akkor onnan, így van, beállok, leengedtem, ezzel, fölengedem. Ezzel megoldottál egy néhány millió forintos liftes hátsó ajtót. Biztos, hát meg a súlyba se férne. És akkor azt kinyitom, és amikor egyenesben van, akkor meg ide kidolom a cateringet. Ugye az eső nem esik bele, mert ez is a fölötte van. Hopp, ez már jó előregedett. Mennyi ízé ilyen gyors kötek elő, csak hozzáérjük, és pattal annyira el van öregedve. Akkor sem fogom tudni lehúzni, azt is meg kell csinálni. Így. És akkor érjük így, és akkor Judit főzít nekünk szépen. Érted? Elefánttal töltött lovat, hogyha nagyon éhesek vagyunk. Ha nem, akkor kis sima sünt, vagy valami sünkutyát. És akkor ezt pedig vízszintesbe lehet állítani, és akkor... Igen, hát úgy süt. Nem ezen, hát akkor kigurulna ide az egész izé lazac szendvics. Így megvan? Itt gurul, és akkor itt sűz, pöfékel minden. Kurva jó. Hát de még milyen? Ilyen jó még sose volt. Nem, és akkor ezt így kihúzom, visszarakom, a kutyám mindenbe megy, körbenéz. Ez nem is az én kutyám, ez a Judit. Judit kutyá, Judit anyukájának a kutyája. Az enyém az egy vén kurva már itt a tyúk, tessék. Hanika, mi van édesem, mi van kis kutyám? Öreg asszony vagy, apa öreg kurvája? Apa öreg kurvája? Milyen faszopasit szereztem neked, látod? Igen, minden rendben van. Igen, jó. Hagyja, engem, azt mondja.
Úgyhogy így van, és akkor közben szombaton is dolgoznak, hogy a szellőzőnyílások meg minden faszán meglegyen. Itt, ja, és hát így, hogy tudod, műhely, tehát azért az, mikor nappal dolgozik, és akkor este meg te dolgozol benne, az nagyon jó, tehát nappal pénzt termel, este te dolgozol benne. És akkor ez a kutyáknak medence, ez megint az UV miatt, meg a, azért, tehát ugye most már olyan hő utát nehogy kapjanak. És akkor idáig ezen dolgoztunk, mert már éltünk itt, de ezt most már kidobom, és akkor már most vannak gurulós izék, meg minden. És akkor itt el tudunk lenni szépen, mint a befőtt nyáros, nem akarok már menni sehova. Minél kevesebb rezsi legyen, minél kevesebb időt foglalkozzak a karbantartással. Tehát nem szeretnék már úgy hétvégén fölkelni, hogy kötelező, mert idáig kötelező volt a nagy. Ezt kikapirgálni, sziklakertet, ki, semmi. Itt most van ráülős fűnyíró, végignyomom, 20 perc, kész, seprűgép, kész, és megyek a dolgomra, megyek autóversenyezni, meg megyek bárhová. És akkor úgy csak ezeket össze kellett rakni, ezért az időben, pénzben ez nem kevés. De most már én azt gondolom, hogy nagyon jól állunk. Most nekiálltam egy 3-4 hónapja, és megcsináltam, ami nem volt rajta jó. Azaz, az E36-os műszerfát kicseréltem E30-asra, ami nem így bevágom meg, és akkor kízél, hanem becsináltam keretet, meg mit tudom én, nincs, hogy hívják benne, lemes csavar, mindenbe van poppanyázva, hifixen le tudom húzni, hogy ki tudjam venni, kérlek szépen, és akkor ez így az elég nagy munka volt, elvettem onnan is a karbont, hogy retros legyen, vettem oda is alumíniumot, elvittem a Krausz nénihez le, eloxáltatni, megcsináltam a kiállást, ott, hogy a komputert rá lehessen csukni, akkor mit kellett még? E36-os műszerfa, igen, a pedál az ugye szopóág volt, mert nekem innen alsó pedálos volt, az nem lehet, most megcsináltam ugye felső pedálosra, akkor... Azt nem nagyon kellett, de hát ez elég nagy, azt itt megtervezni, megcsinálni, itt bebújni a külön magzatpózba, visszafordulni, 72-szer csináltam a bebújást, de az sok volt azért. Tehát ezt csak így elmondjuk, de nagyon kemény munka volt mögötte. És akkor megvásároltam a homolog cuccokat, a zöldövet, a két ülést, a tankot, a... Nem gyártok papírokat már, nem érted? Ha megveszem. Régen papírokat gyártottam meg minden, most már meg elmentem és megvásároltam. Akkor nem tudom, miket vettem még. A tűzoltókészüléket, tehát mindent megvettem, minden, új minden, homolog benne, meg minden. És akkor ez történt a kocsival, de ez nem az utolsó 5 évben, az utolsó mondjuk 1 évben. Mert tavaly álltam neki, és akkor így végigcsináltam, úgyhogy ez most erre vár, hogy működjön. Nem tudok jobban belebonyolódani. A kocsi, ez egy kurva jó kocsi, meg nem is akarok jobbat. Retro vagyok már én is, retro a kocsim is. Menjünk ezen a hisztorikon az öreg papák között. Szedjük össze magad, fölkészültem mentálisan is. A súlyomra is odafigyeltem most már. Nem volt avval baj, de mindig odafigyeltem, csak lett egy lágyéksérvem. Addig úgy csináltam, mint a izé, képzeld el a Fekete Loci. Van egy ilyen nagy betongörgős vagy betongolyós szökőkutunk, na ezeket nem akarom már csinálni. És akkor mindig megemeltem, hogy Jutka meg alulról kitakarította, érted? És visszaraktam, bazdmeg, és kiugrott a sérvem. Úgyhogy nem akarom most már se csinálni, és akkor még ezt megcsináltattam, meg nem tudtam, akkor kicsit felszedtem magamra. De most már úgy volt, jól érzem, hogy 83 kiló vagyok, 84 kiló vagyok a 183-hoz. Úgyhogy az is jó, mentálisan fejben megvannak a pályák, amiken mentem. Tehát én azt gondolom, erre most ki tudok készülni. És most még jobban, tehát régen ugye nagyon kellett a pénzkereséssel és a versenyzéssel foglalkozni. Most a pénzkeresés az olyan, mint mikor régen a cigány gyerekek futottak, akkor tudod a vaskarikát, hogy csak néha ütöttél egyet, és akkor gurult fény, megint ízétől lyukobányától parasztnyáig. Miért ez jutott eszembe? Ott van sok néger, de nem baj az. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt kell így most így csinálni. Illetve ezt szeretném. Még. Csak adja meg itt a jó Isten ezeket, hogy egészségben, meg a föld legyen rendben, és akkor hol. De el vagyunk is van mindenhonnan még. Én már látom, nagyon nagy a baj. Egy pár 10 évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor még egy ilyen zöld zsiguliban ültél, és mesélted, hogy le van flokkolva a műszer, nem is flokkolva, szőröző van a műszerfal. Igen. És megvakartad a fejed tetejét, és mondtad, hogy ez borzalmasan motivál. Tényleg az.
Jó, de akkor az azért motivált, most is motivál, de azt ne felejtsük el, hogy nekem ikon zsigulim volt, és ezeket megkerestem, ezeket nem is hallottam. Mindenkinek én csináltam. Érted, nézegettem a hangfalakat, cipeltüket, én ródoltam meg mindent. Bazd meg, de ez Sanyi bácsi, nem is Sanyi bácsi, hogy hívják? Misi bácsi megcsinálja. Misi bácsi megcsinálja. Mi azóta is ő csinálja? Elmentem Misi bácsihoz, mondom, Misi bácsi szeretnék, hogyha nem ilyen, mert ez ilyen vastag volt és szürke fekete. Mondom, nem szeretném, ha őszhajszálak lennék benne, mondom, csontfeketét szeretnék, és mondom, rövidebbet. Hát azt mondja, most mutatok neked 2 milliméteres pirosat. Vagy 1 milliméteres pirosat, mondom, mutasson. És elém tett egy dobozba az meg, amiben régen az izé volt. A kiváló dolgozó, meg az a szocialista. Mondom, pont ugye ilyet szeretnék feketében, jó, azt hozzad, mit szeretnék. És akkor elvittem, és emlékszem, még a Szereckinek a Fordban én csináltam, mindenhol én csináltam az izébe, basszus. Nagyon sokat csináltam belőle, és akkor aztán már más is fogott, és akkor persze, hogy motivált. Akkor nem láttak még ilyet, mindenki leragasztott a bőrrel. Elsőként volt benne. Hát akkor hogyne? Meg ózékerekem a zsigulira, hát elsőként volt. Meg a lár hűtőtárcsa, meg a Lancia lámpasor, meg a tátika, ami nem volt homolog. Minden elsőként volt, hát hogyne motivált. Mindig fejlesztettél, járt az agyad. Kész, hát akkor a világ legjobb autóját akartad magadnak megcsinálni a zsiguliból, mert az volt a lehetőség, hogyne motivált volna. Most nem kell, most vissza kellett butítanom. Itt kiírta nekem a másik, így beköszönt, hogy hello Zoli, hova megyünk, mint tudod, az azok a kis műszerek, az AIM, érted, ami van a összes Skodákban, meg mindenben. Nem hallok, ki kellett vennem, kivettem. Kész. Retro. És hiányolod? Mit? Nem. Nem, abszolút nem. Nem, nem, az E30-as. Nem. Akkor tetszett, mint új. A történet, hogy az jó volt az E36-os, meg jó magasan ki tudtam szedni, hogy itt majd szereljek, soha nem kell benne szerelni. Úgyhogy nem. Ami hiányoltam, most minden, ami hiányoltam, nem működött, tökéletesen kész. Tehát jeladós volt az izém, a navigátor műszerem, most GPS formátumát lemérem, lesz térerő mindenhol, és akkor az azért az pontosabb. Meg mit tudom én, csak marha sok apróság meg lett rajta csinálva, ami olyan... Hogy ki lett véve a műszernek a kis távkütyű, hogy onnan is tudja nyomkodni a Pisti. Igen, nem kell papír gyártanom, mert most ugye megvettem mindenből a homolók cuccot, tehát... Nyugodtan szeretnék beleülni és várni, és rögni a gép átvételni, és meg mindenhol. Ezt szeretném. És erre kell fölkészülni. És most nagyon sok pénzt kell áldozni, meg nagyon sok munkát. Amiből megcsináltam. Látod, de 100 millió ilyes se tökéletes, mert izé van, nem megy a kocsi, és ezres alapjáraton mutat. Aha, de tökéletes, bazd meg. Ha ráadom a gyújtást, akkor lemegy nullára. Ki a fasz gondol, neki is lenne még a kocsit. De mikor ugrik az föl? Ki a fasz tudja, mert olajnyomásos gondom, azt inkább felnyomjál, úgyhogy én boldog vagyok, ebben így, hogyne, nagyon. Érted? És akkor megcsináltatom ugye a navigátor fizetet is, hogy minden úgy nézen ki, hogy én vagyok. És marha jól ülök a kocsiba. Fú, basszus. De ez hogy fordulhat elő, hogy hengerfejesen kapsz vissza egy motort? Nem tudom, így. Nem kaptam még így vissza. Nem tudom. Nem is akarok belemenni a miértjébe, mi lesz holnap, holnap után. 23-án vittem volna a vizsgára, azt most megint nem tudom, kire fogom megcsináltatni, mert az öreg Rákosi Lácsi bácsi ugye mondtam már, hogy mi volt. Hogy én már most... viszed vizsgálni mit? Az autót? A Salgott Arjánban, mert ott még értenek hozzá, mert az új vezetésnek ezt is meg kéne csinálni, de nem csinálja meg. De miért tehát nem hozod egyik... ide? Mit? Miért nem hozod ide a szomszédba? Szomszédba? Mert nem lehet, mert a külsőső nem lehet, ezen dolgozom, nagyon sok mindenen dolgozom még, de ahhoz kellenek olyan emberek, akik értenek hozzá, akik nem csak a fizetést veszik föl, és egy kicsit talán a hajlandóak, hajlanak az autósportra is. Érted? Ezt kell csinálni, és ebből nagyon nehéz lesz keresni. Illetve hát most próbálom ezeket a kapcsolatokat. Igen, tehát ugye az lenne itt a történet, hogy ahogy most is kirendeltem, tehát ugye én 69-ben, idézőjelben, kitaláltam, hogy nekem kell egy gépkönyvezés 5 autóra. És akkor mondták akkoriban, hogy akkor reggeljünk föl, meg hirdessük meg, és akkor hát, ha jön több, és akkor jó. És ez rátoltam nagyon rég. Érted? Legelső a Batóhoz hívtuk ki, még talán a Károly Balást. Na mindegy, és akkor ott ez egy tendencia volt. És az utolsó 3 évben elengedtem, mert akkor már mindenhova mentek, meg mit tudom én. Tehát én
adok kaját, jó szívvel, ingyen a helyet, meg mindent az ég a világon. És én ezt most megint földobtam fent Gabinak, és 8 nap alatt ide bejött, vagy 20-22 ember. Tehát beregisztráltak annyian, és ugyan jöttem neki kaját, boldog minden. És most ők mondták magukat, hogy miért nem csináljuk meg itt, hát mert mondom, én ugye itt föl tudunk lépni, tehát ez egy vizsgabázis, adott a hely, kell valakitől kérni egy engedélyt, hogy jöjjön ki az ember. Tehát ugye a nagy Tibi, aki volt régen, csak ő most ugye nem eljött már a Mozaik utcából, tehát ő nem tud, hogy hívják olni, de van egy pár ember, akire én gondolok, és tudnánk ebben dolgozni. De az első körbe mindenképpen ugye az változásokban benne kéne lenni. Tehát, hogyha végighallgattuk ugye a Szújót, ezeket a izéket bele-bele néztem, tehát nem szó szerint, a médiáról beszéltem, hogy van az média értéke, és akkor médiában megjelentetjük, hagyjuk már a médiát, nem működik, mindenki a Facebookon él, az nem média. De ugyanakkor bárki, mindenki segít neki, de senki nem vállal szerepet. Hát az azért van, mert akkor a felelősséget ledobja magáról. Egyedül ugye a Hoffer Zsolti vállalta el a RSB-t, és szenved is vele. Tehát, és mindenféle változások meg vannak ígérve. Hát én várom ezeket a változásokat. Ott kéne kezdeni, hogy akkor, uraim, menjünk a belügyminisztériumba, a Létvári Bencéhez, vagy a Péter Sándorhoz, vagy most mit tudom én már hova tették, most azt hiszem megint a Lázárhoz, a építésügyi és közlekedési, hogy lehet ilyeneket. Mindegy, keressük meg az illetékes, nem az én dolgom, ez legyen akkor ugye a Humag, vagy Humag, mi a Hunda? Hunda-nak a dolga, és üljünk le, és akkor mondjuk meg, hogy mi a három betű három szám, mi a sportrendszám, magyarázzuk már az embereknek, és akkor úgy legyen. Tehát nem lehet az, hogy az ország egyik felében megcsinálják, a másik felében nem csinálják meg, érted? Hát hogy három betű három számos forgalmi könyves automat, hogy dobjam már én el annak a papírját, hogy legyen sportrendszámom, ami egy idéglenes forgalmi tartási engedély? Azt annak idején a Frank Tamás találta ki magának, hogy majd a Lady Kapus Lamborghini, vagy mi volt az? Lotus. Lotusokat majd ő abban megy utcán. És akkor ezek elhitték, és fölültek erre a vonatra, és akkor még a Csepella is itt volt, hogy csak a sport, mert csak a faszt. Meg hogy elintézték, hogy megspórolják, hogy nem kell regdíjat fél. Persze, mert ez egy idéglenes forgalomba tartás engedély, egy fos, egy évig érvényes. Érted? Nem tudod. És akkor most mi jön még, ami tovább alázza? Ísrendszám, piros ísrendszám, lassú jármű. Most képzeld el mondjuk egy Takács Attilát, aki már ugye elad, vesz ezeket a Peugeot kupákat, meg minden, és akkor már megszokták a spanyolban, meg ide-oda, hogy SP-s rendszám, mindenhol ez van. Most megint el kell nekem kezdeni magyarázni, hogy ez ugyanaz, csak most I betűs rendszám. Tehát ő is, vagy bármelyik, érted? Tehát ez most a legalján van ez a történet. Mert az SP is azt mondom, oké, mert már láttunk ugye Csebe, meg minden különböző országokban, és működött. Azt ott nem tudjuk, hogy hol, nálunk így, hogy idéglenes, de működött. De én ott itt is mondhatom, hogy diszkriminálva vagyok, mert nekem ki kell fizetem 16.800 forintot a vizsgadíjat. Az meg a nagy kamu, mert azért az kamu maradjunk annyiban, most nem mind, de érted, az meg 1800 forint. Jó, mondjuk van, aki 70 ezerét csinálja a szemlét, de hát az nem én vagyok. Úgyhogy ezt kéne leülni és ezeket megbeszélni. De nem látok rá, ezért én ezt elmondtam a Hoffer Zsoltinak is, aki Hoffer Zsolti, és van befolyása. Tehát igazából tudnánk olyan helyekre menni. De nem történik semmi, várunk, és semmi nem történik. Most megint nagyon be vagyunk állva. Tehát jön egy verseny, kiírás a nevezési zárlat után egy héttel. 2023-ban. És akkor a változásokat ígértünk, mint az állat. Szeretném, de ez egyelőre nem az. Érted? És segítenék is. Nevemet én sem, nem azt, hogy nevemet én nem akarom. Én se elfog, se RSB-t, se mindenki végez, a hagyverseny ezek, tehát én már ezt nem szeretném. De segítek, üljünk le, mondjuk el, adok helyet, mit tudok még ennél többet? Mondják azt, hogy három nagy vagy négy nagy városban tudunk csinálni gépkönyvezést szemlével. Na, én Pest megyét vállalom itt a helyet. De simán pénz, mert hogyha valakinek most azt mondom, hogy az 1800 forint helyet adjon 10 000, boldogan kifizet, ne kell elmenni még egy kört. És hogyha ide bejön mondjuk 100 autó, abban az összes vizsgabiztos, meg a rezsit, meg mindent ki tudod fizetni. És megy mindenki dolgára. Érted? Beszélgettünk itt erről a vizsgabázisról. Igen. Ami most nem olyan régen megnyílt, igaz? És hát már két éve, minden azt mondjuk, nem olyan régen. Deng. Most ültem át a kocsiba, 2003. 20 éve. Nem érted? És most, tényleg az, hogy most. Most hoztam le az Enditől, és még a szomszéd faszát is kivertük, annyira ültünk neki. És 20 éve. Minden azt mondjuk, hogy most.
Nagyon szomorú ez. Így megy, születésnap, karácsony, születés. Nem érdemes levenni, kell fenyőfát leszedni, nem érdemes. Most valami kurva gyorsan megy az idő. Na igen, tehát na, akkor szóval visszatett most. Vizsgabázis? Igen, két éve. Április 12-én lesz két éve, hogy nyitva van, igen. Szeretem. És van benne egy konditermed is? Nem konditermed van, én úgy csináltam, mint a Jason Statham, fölköltöztem ide. Amint az a halálos iramban, ahogy tudod, beugranak a buszokba, meg Jézus Úristen. Abban egy jó rész van, amikor azt mondja, hogy mikor viszed vissza a Jókinek az autóját, majd eszembe jut, és akkor azt mondja, hogy majd mikor te Patakiát és akkor Börzsekiét. Martin Luther Kingnek, mert jönnek, szedik össze ezeket a izéket valami csöves garázsba, és azt mondja, hogy mikor viszed már vissza már. Ja, ez jó mélyen lenyúltak a hordó aljára, hogy ez a szemét is. Úgy ilyen szemeteket is izének tudom, hogy elkezdték kosogatni, és mikor viszont már vissza Martin Luther Kingnek az autó, mert te Patakiat isnak a bőrcsekit. Így fordították, szabad fordításban. Úgyhogy na mindegy, igen, úgyhogy így jártam, fölköltöztem ide, hát most mit csináljak? Két és fél óra, bocsánat, 32,7 kilométer, és egy órát megyek oda, egy órát jövök vissza. Én már azt nem akarom az életemből rámáldozni, és akkor jó. Ugye itt ezt tud pénzt keresni, a fürdőkától a helikopterig, úgymond nem minden szar lesz, nehogy úgy fordítsátok, hogy minden szemét, nem. Most már ezekre oda kell figyelni, meg most már azért kezd egész normális lenni a magyar utakon a cucc, mert nem tudsz már, tehát már mindenért büntetnek, mindenért sokat fizetsz, hogyha ő, tehát már dolgozni például nem tudsz, csak eurósokas autóval, mert olyan a izé. A biztosítás, a autópályamat, hiszem én, hogy nem is engedheted meg már magadnak. Most igazából ne, idegeneknek tiltsa a belépés, és egy picit belépettek, de hát itt ülnek a vizsgabiztosok, ott van egy gyönyörű várunk, amiben ugye már minden, ami kell, kötelező, tehát akadálymentes rokkant vécétől kezdve minden az ég a világon. China Parkból cukorka a közepén, amit nem tudnak rendesen kajálni, mert visszarakják a papírt, tehát azt meg az embereket hagyjuk egy kicsit. Sokat nem mutatok be az életemből, mert van, aki ugye erre van szakosodva. Itt van egy gyönyörű folyosónk, ott képzeljünk el egy nagyon fasz a vendégszobát, mert közel van a repülőtér, és akkor a barátai már most is aludtak itt. Itt képzeljünk el majd egy konyhát, meg egy nappalit, ami azért nem kis terület, tehát itt gyönyörűen tudunk élni, meg beszélgetni, meg mindent az égett a világon. És akkor, hogy még ugye karban tartsa magam, amiről beszéltünk, ahhoz még képzelj el egy, hogy hívják ott. Képzelj el egy, itt még azért lesz egy konyhánk, lent is van egy konyhánk, ahhoz még képzelj el egy izét. Egy kis termet, amiben erőléti edzéseket tudok csinálni, a gerinctornámat tudom csinálni, meg ha egy kicsit meg vagyok fázom most, akkor be tudok menni a szaunába. És akkor onnan át tudok menni a fürdőbe, mert még ott működnek. Úgyhogy ezt kell elképzelni, 130 négyzetméteren így élünk, és akkor így tudok csinálni egy csomó dolgot, ami nekem most kell az élethez, meg így mindig is kellett, tehát ebben nincs igazából probléma. Úgyhogy ennyi körülbelül, mehetünk. Igen, így. Igen, és akkor még jönnek itt a növények, majd azok nőnek ki, és akkor majd úgy fog kinézni, mint egy virágos bolt, de kész. És ami nagyon fontos, hogy újra hasznosítok, és maradékokból dolgozom. Tehát ez azért ilyen fontos, mert maradékokból dolgoztam, de azért én azt gondolom, hogy vállalható, mert az emberünk szépen burkol, és kész. Igen, itt is maradt egy-két alumínium, azt megcsináltam, tehát mert üveglapot akartam, de nem. És nagyon sok mindent még újra hasznosítok. Ez meg azért kellett, mert itt rács volt, és azért kellett, mert a kiskutya az följön itt alszik, és a kis lába, hát a kis 10 éves kurvának a lába már, de most nagyon szívesen jön föl, úgyhogy megvan mindennek a miértje. De ez Beácska adta nekem, mert ebbe is ilyen kis selejtek vannak, meg mindent. Tehát van egy kis Beácskánk, aki ilyen újrahasznosító, meg hulladékkezelő, és ő gyártja ezeket, és akkor így ez itt megérkezett. Tehát ennek is örülök. Mert azért az ingyen az a legszebb magyar szó. A kedvezmény az a második, és csak utána jön a szerelem, meg a pina, meg a ezek. Tudod, reggel csak ott kinézel, és akkor látod, hogy hányan állnak sorba, akkor már tudsz számolni matekot. Bármi más mondanék, hazudnék, de és ez így jó, tök jó. És akkor ott még akkor a kis beragadt dolgaim, meg ide most intézek egy, illetve folyamatban van, és próbálok intézni egy kihelyezett okmányirulát erre a sarokra. És akkor én megérkeztem teljes mértékben, mert nagyon sok baj van a regmaticákkal,
és azt nem vizsgáztathatod, de csak úgy, hogy adatlap, és megrendelik, és akkor tehát ezeket az embereket még ki szeretném szolgálni, és akkor az a nekem úgy akkor még úgy pszichésen megérkeznék. Fölvettem. Tehát csinálom ezeket a lépéseket is. Csinálom, semmivel nem vagyok, ebből a részből nem vagyok semmivel elkésve, és ahogy összeáll, akkor megy, működik, és ezzel már mondjuk én nem keresek, hanem egész egyszerűen csak a szolgáltatást nyújtom. De ugye ott a vasoszlopra még föl kell raknom a madáretetőt, mert itt ebben az a kurva szép, hogy itt látod, itt ilyen csönd van. A Vácrát, ott van a botanikus kertünk, minden. A sok idióta azt hiszi, tisztete kivételnek, hogy a 10 milliós csokból megépítik a 40 milliós házat. Meg ugye, akik harácsolnak, azok a telkre most rakják ezeket az ikerházakat. És minden szombat, vasárnap az meg, megy a fúrógép, megy a iszé, meg innen. Itt halálnyugalom van, úgyhogy nagyon szeretek itt lenni. Igen, és akkor, hogyha nagyon, majd nagyon vérebek lesznek már a kutyáim, akkor itt még lesz nekik egy kutyakennel, még ide meg kell csinálnom egy kutyaházat. De rém egyszerű történet, tehát átmegy a traktorral, nyírom, tehát nincs sziklakert, nem kell szedegetnem semmit, és akkor a süprőgéppel megcsinálom. Ide most megcsináltam a dolgozóknak a tárolóját, hogy az UV nem marja szét a verdáikat, meg a műszerfalat, meg ilyeneket, és akkor ott fönt, a vállalati dácsának kipukkadt a kereke. És akkor ott fönt, ott meg az a grillasztal, az meg nekünk így. És ami nagyon nagy dolog, hogyha 20 ember jön a születésnapra, vagy 30 ember, és mindegyik külön kocsival elférnek. Ez a nem mindegy. És ezeket nem tudod kicsinni, hogy pont innentől leszarom, hogy ez most ipari park, vagy nem ipari park. Nagyon jól érzem itt magam benne. Úgyhogy így ezt, és akkor mennék, most így versenyeznék. Ennyi. Kérdezz. Nincs több kérdés, menjünk ennél.